haladunk a Somlyó-sziget fele. Senk Levente a kapitányunk. Ráckevéről indultunk. Norbival haladunk. Megkerüljük itt a Kerekzátony-szigetet. És ez alatt lesz majd a Somlyó-sziget. Tavaly előtt a Somlyó-sziget végénél láttunk egy nagyobb méretű csónakot, vagy egy kisebb hajót, ami fa szerkezetnek tűnt, viszont eddig még nem merültünk rajta, szeretnénk most megnézni, hát ha valami régi hajóhoz. Szép időnk van, tegnap ugyan este esett az eső, vihar volt, most már jó idő van, víz is szerintem kellemes lesz, nem tudom a látótávolság mi, hogyan fog kinézni. Eső után vagyunk, ilyenkor nem annyira jó, ha kinézzünk oldalra, akkor is látjuk, hogy olyan zöldes-barna, de hát nyáron a Ráckevei Duna azért alapvetően ilyen, ehhez már mi hozzászoktunk, kezünkkel is látunk. Szinte a végénél vagy. Merre van pontosabb? Pont a hátad mögött van. Oszlop iránya arra van. Gyakorlatilag még egy 2 métert mész, lemerülsz, rajta leszel. Úgy nagyjából. Előtte, tehát ha a hátat fordítasz nekünk, akkor nagyjából ott az oszlop, tehát itt van alattad. Okay. Amennyire pontosan lehet mondani. És ennyi. Itt van a cucc, ez valami vaslábokon álló fémtartály, ami szét van rohadva. Uh-huh. Meg mellette vannak elsüllyesztett nagyobb fa törzsek, amik össze vannak kötözve, és súlyan le vannak süllyesztve. Aha. Tehát még csak az se, hogy fahajó lenne, hanem egy tartály. Egy tartály. Mint egy ilyen... Először azt hittem, hogy valami elsüllyedt motorcsónak, mert ugye be lehet nyúlni alá, és akkor így higog belülről a vékony lemez részre, és azt hittem, hogy valami lemez hajó. De akkor itt több méter hosszú. Nagy. De mögötte van a vízé. Mondjuk nincs 5 méter szerintem, csak 2, de közvetlenül rá vannak rakva ezek az összekötözött és lesüllyesztett fatörök.